voltál egyszer, jó voltál sokszor. Hiába voltál jó, ha nem voltál jó bor. Jó voltam ötször, jó voltam hatszor. Hiába voltam jó, te más ágyban alszol. Várj, de most se lesz még hónap, rád találtál egy-két jónak. Kis helyen elfér sok jó ember, úgy mondják. Lehet még happy endünk, sok felől jöttünk, egyre mentünk. Jó leszek, jó leszel, száz hónap vár még itt rád. Kávé 88! Kávé 88, a legszegedibb ébresztő. Széchi Marcival és Tálas Péter Csongorral. Szeged az életünk része, ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk, a Café 88 folytatódik, és persze szétnézünk a szegedi utakon ma reggel is. Ha jól látjuk, akkor jelenleg a Tiszalajos körúton lehet egy picivel nagyobb a forgalom, úgyhogy errefelé mindenképpen óvatosan, és persze, hogyha van közlekedési információd, várjuk azt SMS-ben. 06 32 99 88 88 az SMS számunk, sőt, a Rádió 88 telefonos applikációján keresztül is üzenhetsz nekünk. És hát egy nagyon furcsa és hihetetlen esemény történt tegnap este Szegeden. Mi magunk is döbbenten állunk az esemény sorozat előtt. Nem is tudom, hol kezdjük. Igazából egy rocker és egy postás az Easypack raktárába betört, és színes poharakat tulajdonítottak el. Ráadásul a rendőrség szerint biztosan nem csak ketten voltak, bár a harmadik segítőt vagy elkövetőt még nem sikerült elkapni, úgyhogy egyelőre csak megy a találgatás, hogy ki lehet az. Jó, azért Marci, ennyire ne rohanjunk előre, szerintem első körben nézzük meg, hogy mi indíthatta be egyáltalán ezt a két jó madarat. Szerintem az A betűs, alkohol, egyértelmű, normális ember ilyet nem csinál, úgy érzem. A rendőrségi jelentés szerint egyébként mielőtt az Easypackban elfogták őket, a két rendkívül jó állapotban lévő jó madár betört egy kisboltba, és onnan italt vittek el, úgyhogy igen, jó a tipped, ráadásul az éjszakai kamera rögzítette az eseményeket. Hát erre mondjuk azt mifelénk gratulálunk, szerintem nézzük meg a jelenet sort, mert én úgy gondolom, hogy van erről videó is, úgyhogy elemezzük ki, mi történt. Igen, egyébként most nézem a rendőrségi felvételt, és hát gyakorlatilag a két csávó olyan állapotban van, szerintem én ebbe az állapotban menni nem bírnék, nem, hogy még valamit kiraboljak. Egész hihetetlen, ahogy pakolják a dobozokba a söröket, ezeket rendszerezik, nem normális a két csávó, komolyan mondom. Drága hallgatók, ez egy extrém eset. Itt Szegeden szerintem ilyen még soha nem történt, ez zseniális. Ráadásul miután kirabolták a boltot, a rocker barátunknak volt annyi lélek jelenléte, hogy... Várj egy picit. Marci, nézve, mit csinál. Elaludt a postás csávó. Elaludt a postás csávó betörés közben, megy oda hozzá a másik, és... Atya úristen, mi van? Mi van a kezében? Nézd oda, levágja a haját a csávónak, nem hiszem el. Levágja a postás haját. Nem normálisak. Atya úristen. Ilyen a világon nincs. Ha valaki betör valahová, és még a végén még le is vágják a haját, ugyanúgy tud róla szegény. Egyen meg a szívét. Hát a videó hamarosan szerintem mindenki szám elérhető lesz a rendőrség oldaláról. És hát ezek után történt az ugye, hogy elindultak az Easypack raktárába, és itt találta meg őket már a rendőrség. És a kamera felvételek alapján az látszik, hogy iszonyatosan próbálkoznak valamilyen úton, módon bejutni az Easypack teletére, de hát egyelőre még tanakodnak. Valamilyen rejtélyes módon mégiscsak bejutottak az Easypack raktárába, és a legelképesztőbb a sztoriban, hogy megágyaztak, kényelmesen leheveredtek, az egyik ráfeküdt a másiknak a hasára, elaludtak, és így talált rájuk a rendőrség, a két baromra, hát nem hiszem meg. Emberek, ilyen az igazi szegedi wellness, lappalappal, tényleg, haj nélkül, pihenve, színes poharakkal, mondjuk a rendőrség az nem biztos, hogy kéne a végére, zseniális sztori, imádjuk. Hát nyilván elég furcsán indul így a hét Szegeden, de hát az esetből a tanulság az, hogy talán egy picivel óvatosabban a szegedi éjszakában. Jó, óvatosabban bulizunk, kedves hallgatók. Igen, meg az sem baj, hogy az italozásra egy kicsikét óvatosabban bánunk, az a biztos. Ha bármilyen információk akadnak még az a hét jó madárral kapcsolatban, akkor természetesen rögtön beszámolunk róla. Nagyon szépen köszönjük ezt a remek sztorit, imádjuk, imádjuk, hogy Szegeden ilyenek is történnek. Persze várjuk a te közlekedési információidat is SMS-ben vagy applikáción keresztül. Köszi, hogy most is a 88-al tartasz. Café 88, a legszegedibb ébresztő. Széchi Marcival és Tálas Péter Csongorral. Nos, Sándor, hol volt tegnap este 22 óra és ma hajnali 4 óra között? Nem tudom. Maga barátai ezek a Rácz Gedő és Frank Gusztáv. Barátoknak nem mondanám, de ismerem őket. Nem barátok. Nem barátok, de azért az óvadékot letesz értük, igaz? Fura. Ez kicsit fura. Jámbor emberek azok. Nem is értem, hogy keveredtek ilyen csávába. Agyám is jámbor. Mégis megkért, hogy takarodjak ki a lakásból. Pedig 50 éves vagyok még csak. 50? Nem is látszik magán. Na jó, kicsit ráspolyos az arca, de annyi. Tudja, van, hogy az embernek egyszer fel kell nőnie. Mi maga? Pszichológus? Igen.
Akar beszélni róla? Arról, hogy maga pszichológus? Nem, a problémájáról. Mikor rendel? Az nem fontos, jöhet bármikor. Komolyan mondja? Maga tényleg pszichológus? Tényleg? Itt a névjegyem. Hát nem szívtelen az ilyen? Hát anya az ilyen? Hát tudja, mennyi mindent lehúztunk már együtt? 50 éve! Azért az nem kis idő. A barátaimat kiengedi? Kiengedni? Hát nem tudok kiengedni. Nem maga. Ki? Anyu? Ő se tud kiengedni. Egy merő görcs az egész. Beteg. A barátaim. Barátai. Jaj, magának vannak barátai. Nekem meg egy sincs. Mert anyu mindegyiket elüldözte. Nem engedi föl őket a lakásba. Nézze, kedves... Tihamér. Nézze, Tihamér. Ha kiengedi a barátaimat, akkor szerez 3 nagyon közeli barátot. Megveszteget egy hivatalos szervet. Nem vesztegetek. Én tényleg a barátságunkat ajánlom fel. Komolyan mondja? Komoly. Tényleg? Tényleg. És heti egyszer eljöhet hozzám beszélőre. Beszélőre? Már hogy beszélgeti, mint pszichológus a pácienssel. Kezet rá. Na, Sándor, már is mintha nyugodtabb lennék. Én akkor lennék nyugodtabb, ha kiengedné végre a barátaimat. Jó, én kiengedem őket, maga leteszi az óvadékot. Óvadékot? Az mégis mennyi? Ne uraim, remélem ez egy jó lecke volt, és többet itt nem találkozunk, ugye? Akkor jövő héten várom a rendelőmbe, Tihamér. Ott leszek. Isten velük, barátaim. Visszamegyek az antialkoholista kocsmába. Hova? Nézem. Ez is kóláján tiszta, az is kóláján. Jó napot! Te hol voltál? Na jó van, guruljál! Te hogy vagy? Kicsit másnaposan. Te hogy kerültél ide? Ide? Na, majd elmesélem. Hello, lányok! Sándor, nem láttátok? Nem láttuk. Biztos, hogy jól alszik. Még jó, hogy Gegő meg Fakir nem hoztak több piát. Ja, na mi elmentünk. Sziasztok! Szóval nagyon zűrös az életem. Ide jelentkeztem az egyetemre, de nem vettek fel. Apa meg elintézte. Apád mafiozó? Nem, dehogy! De az. Na és te, honnan jöttél? Camden Dombor. Az igen. Na, fizessünk. Köszi a vásárlást, gyertek máskor is. Oh, mafiozó. Szerinted ezek normálisak? Nem. De nagyon remélem, hogy igen. Már ha nem, akkor szólok apának is, kiheréli őket. Én meg anyának. Aztán csinál belőlük föllevest. Wow! Amúgy van valakit? Azt inkább hagyjuk. Neked? Inkább menjünk órára. Jó. De hol voltatok? Halálra izgultam. Kihoztam ezt a két állatot a börtönből. Milyen két állatot? Gegőt, meg a Fakírt. Mi? Csak nem ti voltatok a rádióban. Épp a boltba voltam, amikor ezt sztorizták. Hihetetlen! Nagyon nem vicces. Rohadtul berúgtuk. Na jó, Gegő, menj haza, fürödj le, mert büdös vagy. Egyébként is rendelési időm lesz. Jó, menjek. Jó napot! Levél a kis embernek. Ja, maga? Te már dolgozol? Hogy csinálod? Ha borítékolható volt, hogy a vérem könnyen feldolgozza az alkoholt. Mi? A belügyi miniszter is beugorhat a borozóba egy pintér. Jó napot! Jó
is sokat haladtunk, Rozika szépen fejlődik. Köszönöm. Á, Rozika, nem tán szociológushoz jár. Pszichológus. Gergő, hogy kerül maga ide? A barátomhoz jöttem. De mi baj van, Rozika? Elhagyott a férjem. Mindenünk megvolt. Szeretett. De mondja már, Gergő, mégis milyen érdekességet talál egy 25 éves kis kurván? Persze, annak idején tudott udvarolni. Emlékszem, nagyon oda volt magáért. Mondjuk nem csak ő. De nem ám, kapós voltam. Mert jók voltak a mellé. Most is jók. Fogja meg. Gergő! Na fogja meg, doktor úr! Rozika, a terápia végéhez ért. Na, fogja már meg! Rozika, 2 hét múlva találkozunk, hazamegy, addig lenyugszik. 2 hét? Az sok idő, én azt nem bírom ki. 2 hét múlva találkozunk, Gergő, mi meg elmegyünk a kiállítóterembe. Azért tudott ez a Leonardo DiCaprio. Da Vinci. Mindegy. Egyre jár az agyunk. Azt hittétek, hogy csak úgy betörhettek a boltunkba, és nem lesz semmi baj? Na takarodjatok le a főnökhöz az alagsorban. De nagyon gyorsan. Levél, aki állított. Na itt van ez az állat is. Te is jössz velünk, gyíkarcú! Hova lett a táskám? Most mi fog történni? Ezt szeretném tudni én is. Mindenki nyugodjon meg! Jó voltál sokszor, hiába voltál jó, ha nem voltál jó bor. Jó voltam 5-ször, jó voltam 6-szor, hiába voltam jó, te más ágyban alszol. Várj, de fuss el, lesz még hónak, rád találtál egy-két jónak. Kis helyen elfér sok jó ember, úgy mondják. Lehetnék happy endünk, sokfelől jöttünk, egyre mentünk. Jó leszek, jó leszel, 100 hónap vár még itt rád. Jó voltál 6-szor, jó voltál 7-szer, hiába voltál jó, ha semmit sem érsz el. Jó voltam 10-szer, jó voltam 100-szor, hiába voltam jó, ha mindig mást játszol.